Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, január 30-a csütörtök van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Több éves problémára sikerült végre megoldást találni. A 6-os busz korábban csak Sárásig járt, az új polgármester közbejárására most már egészen Szitásdombig közlekedik. Harmadszor indított Angyalok a belvárosban címmel jótékonysági kampányt a Győri Bevásárló utcák alapítvány. Az akció sikerrel zárult, három rászoruló szakközépiskolás kapott értékes eszközt. A Kópera és a Győri Nemzeti Színház harmadik éve hív életre közösen opera előadásokat, hogy az opera játszás népszerűsítse. A teátrum szombattól Mozart Szöktetés a Szerályból című Víg operáját tűzi műsorra. Sok éves problémára sikerült megoldást találni, a hétvégétől Szitásdombon is megáll a 6-os busz. A Kisbácsa Sárás és Vámos Szabadi ölelésében lévő lakóparkban az elmúlt években több száz társasházi lakás épült, az oda költözőknek jogos igénye volt, hogy a busz egészen odáig menjen el. A lakók és a körzet képviselőinek próbálkozásai sokáig süket fülekre találtak, egészen mostanáig. A választási kampány során az azóta megválasztott polgármester dr. Dézsi Csaba András közbenjárására már Szitásdombig jár a 6-os buszjárat. Évekig elképzelhetetlennek tűnő kép Szitásdombon autóbusz áll indulásra készen a megállóban. A buszváró és az öböl közel 10 éve készült el, busz azonban sokáig nem járt erre, pedig a lakóparkban több száz társasházi lakás épült, az itt élőknek pedig jogos igénye lett volna, hogy náluk is megálljon a 6-os számú járat. Kisbácsának az északi felén vagyunk, sokkal közelebb van ez a busz megálló, mint a 11-es busznak a Sövény utcai legközelebbi megállója. Egy részt most hozzászámolom, amely még Vámos Szabadi illetékességű lakóterületet körülbelül 1500 embert érint. És akkor úgy gondolom, különösképpen a hivatkozás mindig az volt, akik munkába járnak busszal, illetve nagyon sok fiatal, úgynevezett iskoláskorú van, és akkor nem volt jó azt látni sem az utóbbi időben, tudom, egy-két évben, hogy Sárásról egészen idáig gyalogoltak a kisiskolások. A környéken lakók és a képviselő éveken át kérték, hogy Szitásdombig közlekedjen a busz, de sokáig süket fülekre találtak. Egészen a napokban véget ért polgármester választási kampány finiséig, amikor az azóta megválasztott dr. Dézsi Csaba András sietett a Szitásdombiak segítségére. Mindig jött valamilyen akadály, egészen a legutóbbi őszi választásokig sem sikerült ezt helyre tenni, és a most lezárult polgármesteri kampány során, mikor készítettük elő Dézsi Csaba még jelölti szerepkörében a bácsai és az én városi szemben lévő fórumokat, és itt mondtam el, hogy mik azok a szakállos ügyek, amelyek ebben, ha tudnánk előre, mert nagyon jó lenne. És ő azt mondta, utána néz, és akkor a választás bezárulás előtt úgy nézett utána, hogy még a busz is megjelent, és akkor nagyon köszönöm neki. Szombat óta hétköznap, 30 hétvégén pedig 20 buszjárat érinti Szitásdombot, azóta sokan használják ki a régóta várt lehetőséget. A körzet képviselője köszöni a polgármester közbenjárását, amire a jövőben is számít. Ilyen volt Sáráson a csatorna, ezt nem akarom tovább ragozni, és úgy természetesen, vagy akár a Mayer Lajos utcának a felújítása Réfaluban, és van egy új típusú ügyek is terítékre kerültek, és ezzel is szembesülhetett ott a helyszínen is, Vízivárosban, hogy az új felépült lakóövezetekben egy új város nőtt ki Vízivárosban az én területemen, és ott ellettek méretezve, és nincs annyi parkoló már most sem, és ha felépül az összes ház, vagy összes ház így van, beköltözik az összes lakó, akkor kötelezettsége volt az építőnek egy lakás, egy parkoló, most ugyan emeltünk rajta, most kijön egy lakás, másfél parkoló, de én úgy látom, hogy a valódi képlet az lenne, hogy egy lakás, minimum két parkoló. Az immár élettel és buszokkal telt megállókat nem csak a Szitásdombiak, de a Sárásiak és a Kisbácsaiak is igénybe veszik. Az intézkedés legalább 1500 embert érint, nekik most már jóval könnyebb a közlekedés, mint az elmúlt években, amikor nem állt meg a 6-os Szitásdombon.
A hét elején nagyot estek a világtőzsdék indexei, ami a gazdasági szakemberek szerint részben a koronavírus terjedésével magyarázható. A befektetők elsősorban azért aggódnak, mert a kínai gazdaság lassulását egy sor globális szektor, például az autógyártók, az elektronikai cégek vagy a nyersanyag kitermelők is megérezhetik. A budapesti értéktőzsde is gyengült, ugyanakkor az üzemanyag árak esésének oka szintén a koronavírus terjedése. Egyre riasztóbb hírek jelennek meg a koronavírussal kapcsolatban. Ráadásul a Kínában terjedő vírus a világgazdaságot is legyengítheti. Ennek hatása már a tőzsdéken is megjelent. A kínai koronavírus megtette a hatását a tőzsdékre, hiszen a világ tőzsdé 4-6%-ot csökkentek pár nap alatt. Bár hozzáteszem, hogy a tegnapi nap során már némi 1%-os emelkedést észrevehettünk. Megfigyelhető az, hogy a befektetők a vételekkel álltak, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban folyamatosan arról számoltunk be, hogy történelmi csúcsokat produkálnak a tőzsdeindexek. Ezzel szemben most azért 2-3 nap alatt jelentős visszaesést tapasztalhattunk a tőzsdéken. Igaz ez az amerikai és ázsiai tőzsdékre, és természetesen az európai bőrzéken is mínuszokat láthattunk. Nem kivétel ez alól egyébként a budapesti értéktőzsde sem. Kínában leállították az országon belül és a külföldre tartó csoportos utazásokat, hogy csökkentsék a koronavírus terjedését. Ennek már rövid távon is lehetnek negatív következményei. Már csak azért is, mert január vége az egyik fontos utazási szezon Kínában. Gyakorlatilag minden szektort érint, így elsősorban most legfontosabb talán a turizmus, hiszen számtalan csoport mondja le folyamatosan az utazásait. Kínai városok, több tucat kínai városhoz tudunk, hogy karanténba került, és a helyzet súlyosságát mutatja az is, hogy a kínai pénzügyminiszter 8,7 milliárd dollárnak megfelelő összeget különített el a helyzet kezelésére. Ha a részvények mostani csökkenése csak a koronavírusnak szólna, akkor az esést érdemes vételre felhasználni, de a bizonytalan helyzet miatt a szakértő szerint ilyenkor érdemes körültekintőnek lenni. Aki tőzsdézők, az most várjon ki. Nézzük meg, hogy hogyan alakulnak itt a következő napok fejlemények. Ennek kapcsán sokkal inkább a nyersanyagokat venném górcső alá, és inkább az arany és az ezüst befektetését keresném, hiszen ilyen időszakban ezek azok az instrumentumok, amik emelkedni tudnak. Magyarországon az elmúlt két hétben az üzemanyagárak jelentős csökkenése szintén a koronavírus terjedésével magyarázható. 2019-ben már harmadszor indított Angyalok a belvárosban címmel jótékonysági kampányt a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara által alapított Győri Bevásárló utcák Alapítvány. A december 31-ig tartó adománygyűjtés sikeresen zárult, három rászoruló szakmát tanuló középiskolás kapott szakmájához szükséges értékes eszközt. Az adományokat csütörtök délelőtt a Kossuth iskolában adták át. Fotósok keresztüzében adták át az Angyalok a belvárosban jótékonysági akció adományait. A szervező Győri Bevásárló utcák Alapítvány három győri középiskola három rászoruló tanulóját támogatta szakmájukhoz kapcsolódó eszközökkel. Az adventi időszakban szervezett gyűjtés során az üzletekbe kitett gyűjtőpersejekben helyezték el a vásárlók adományaikat. Nagyon jó érzés, nagyon felemelő érzés. Valamilyen szinten persze egy nagy kő esett le a szívemről, azért esett nagy kő, mert ugye vállalásainkat is túl teljesítettük, és gondolom, hogy mindenki le tudja szűrni az átadott ajándékokból, hogy milyen nagy értéket adtunk át a szociálisan rászoruló szakközépiskolai szakképzőintézményi tanulmányaikat végző diákoknak, hogy segítsük az előre menetelüket. A Kossuth iskola tanulója varrógépet és kellékeket, a Págis diákja tabletet, míg a Páfis fiatal laptopot kapott ajándékba, melyet az intézmények képviselői vettek át. A Győri Bevásárló utcák Alapítványt a megyei iparkamara alapította, a közösség és a felelősség két kulcs szó a szervezet életében. Nagyon fontos, hogy ez egy olyan közösség, aktív közösség, akik együtt gondolkodnak, együtt próbálnak tenni a saját érdekükben, hogy a saját vállalkozásuk is eredményes, sikeres legyen, illetve nagyon fontos a felelősség is. Felelősséget vállalnak a saját munkatársaik, munkavállalóik a saját vállalkozásukkal szemben, de
közösen gondolkodnak, itt visszatérek a közösség szóra, közösen gondolkodnak azon is, hogy a saját érdekeiken túl hogyan tudnak még segíteni, miben tudnak segíteni, miért érzik úgy, mi az a cél, hogy felelősséget kell vállalniuk. A kezdeményezés mögé évek óta Győr városa is beáll, hiszen az önkormányzat számára kiemelten fontosak az ilyen és ehhez hasonló jótékonysági akciók. Dr. Dézsi Csabát néztük, a munkának egy titka van, csinálni kell, és ez az alkalom kiválóan mutatja azt, hogy nem csak pénzbeli támogatással lehet elindítani egy fiatalt, hanem eszközzel is. Ez az alapítványi munka most három gyermeknek segített megteremteni a jövőt, varrógépet és informatikai eszközöket kaphattak. Én nagyon-nagyon bízom abban, hogy ez a lehetőség jó kezdés ahhoz nekik, hogy el tudják kezdeni építeni a jövőjüket. Győr hírnevét öregbítsék, és hozzájáruljanak ehhez a szlogenhez. Én kívánok nekik nagyon-nagyon jó munkát, és Győrnek továbbra is nagyon fontos lesz az, hogy minden rászoruló családot továbbra is segítsünk. A szakképző iskolák nevében a Győri Szakképzési Centrum kancellárja köszönte meg az adományokat. Nagyon szépen köszönöm az iskoláink és hát a diákok nevében, akik ezeket a nagyon értékes eszközöket most megkaphatták. Azt gondolom, hogy a centrumunk a maga lehetőségeihez mérten mindent megtesz a lemorzsolódással veszélyeztetett, vagy éppen hátrányosabb helyzetű tanulók támogatásáért, de hát az egy teljesen más dolog, amit mi tudunk tenni. Mi tudunk ugye plusz órákat biztosítani, tudunk közösségi programokkal segíteni nekik, de ez, hogy az ő tanulásukat tényleg valóban ilyen számukra nagyon fontos tárgyi eszközökkel is támogathassuk, erre nem nagyon van lehetőség. A kampányhoz több mint 20 belvárosi üzlet csatlakozott, a szervezők pedig elmondták, jövőre is szeretnének Angyalok a belvárosban jótékonysági akciót indítani. Fórumot rendezett a Győr-Moson-Sopron megyei Civil Információs Centrum alapítványok és egyesületek számára Csornán. Az eseményen Gyopáros Alpár a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos ismertette a Magyar Falu Program legújabb elemét. Ebben létrehozzák a falusi civil alapot a kevesebb mint 5000 lakosú településeken működő, ott székhelyel, telephelyel rendelkező civil szervezeteknek. Erre a célra 5 milliárd forintot biztosít a kormány, amit pályázati úton kaphatnak meg a civil szervezetek. A pályázati kiírások február közepén jelennek meg. Gyönyörű helyszínen a csornai Premontrei apátság dísztermében tartották a megyei fórumot a civilek napján. Az eseményt Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg. Mi is dolgozunk együtt civil szervezetekkel, sőt a feladataink ellátásához nélkülözhetetlen támogatást kapunk tőlük. Vannak nekünk felzárkózási programjaink, vannak foglalkoztatási programjaink, amiben azon szociális szervezetek nélkül rá se találnánk azokra az érintettekre, akiknek segítenünk kell, illetve környezetvédelmi, klímavédelmi programok tekintetében is dolgozunk együtt olyan szakmai civil szervezetekkel, akik segítik ezt a munkát. Az elnök kitért arra is, hogy a kormány kiemelten számít a civil szervezetekre. Ugyanakkor fontos nagyon az is, és közös érdekünk, tehát azoknak a civil szervezeteknek a közös érdeke, akik mondjuk a civil szervezetek 99,99%-át kiteszik, hogy tehát akik nélkülözhetetlen munkát végeznek, akik a hagyományőrzésben segítenek, akik a sportéletet lendítik előre, akik aggódnak a környezetünkért. Tehát a közös érdekünk az, hogy szűrjük ki azokat az álcivil szervezeteket, akik egyébként a civil társadalomnak a hitelességét rontják. Rendhagyó módon kezdte beszédét Szalai Bobrovnicki Vince helyettes államtitkár. Mindenekelőtt engedjék meg, hogy egy gratulációval kezdjem, ha már Győr-Moson-Sopron megyében vagyunk. Ugye nem lehet szó nélkül elmenni amellett a választás mellett, ami a megyeszékhelyen zajlott le az elmúlt napokban. És innen szeretnék, ehelyről is szeretnék gratulálni Dézsi Csaba András megválasztott polgármester úrnak, és nagyon sok sikert kívánok neki is. A civil szervezetek a NEA-ból, vagyis a Nemzeti Együttműködési Alapból juthatnak forráshoz. Idén 7,7 milliárd forint kerül szétosztása a NEA pályázati rendszeren belül. Ez közel 2 milliárddal több, mint tavaly volt, ami egy jelentős fejlődés, és ugye jó részt annak köszönhető, ha valaki nem tudná, hogy azok az SZIA civil 1%-ák az a rész, amiről nem rendelkezünk, az bevándorol a NEA alapba, és végeredményben civil pénzként osztják szét azt a kollégiumok. Tehát a civil 1% az civil pénzként hasznosul a NEA keresztül is.
Mindazonáltal meg kell jegyezni, ami szintén egy fontos adat, hogy 2019-ben a magyar állampolgárok a civil 1%-uk keretében 27 000 civil szervezet számára 8,3 milliárd forint fölött rendelkeztek, tehát hogy is mondjam, a magyar jogszabályok ezen része is, én azt gondolom, hogy jól működik. Gyopáros Alpár a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos ismertette a Magyar Falu Program legújabb elemét. Ebben létrehozzák a falusi civil alapot. Nagyon-nagyon mélységében valóban nem tudunk belemenni, hiszen a pályázati kiírás még nincs elfogadva. Ha már az ütemezésről beszélünk, azt nagyjából tudjuk, hogy körülbelül egy hónapon belül meg fog jelenni a pályázati kiírás a megfelelő hivatalos kormányzati felületeken, a kormány.hu-n. Biztosan a kormány.hu oldalon, azaz Magyarország kormányának hivatalos internetes oldalán van egy Magyar Falu Program fül, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt, aloldal, ott biztos, hogy megjelenik majd a pályázati kiírásunk. És a pályázati kiírás megjelenésétől számított nagyjából egy hónapon belül megnyílik a támogatási felület is, a pályázati felület is, amelyet a NEA-hoz hasonlóan a várhatóan a Bethlen Gábor alapkezelő fog biztosítani, azaz önök egy már ismert és bejáratott rendszerben tudnak majd pályázni. És a pályázati felület megnyíltát követően körülbelül egy hónapon belül fogjuk lezárni. Tehát önöknek a pályázati kiírás részleteinek megismerésétől számított 60 napjuk biztosan lesz ahhoz, hogy benyújtsák a pályázatokat. A tájékoztató után a civil szervezetek képviselői feltehették kérdéseiket, amely leginkább a falusi civil alappal és a hozzátartozó pályázati feltételekkel volt kapcsolatos. A Kópera és a Győri Nemzeti Színház harmadik éve hív életre közösen opera előadásokat. Céljuk ezzel az operajátszás népszerűsítése, minőségi előadások létrehozása. A sevillai Borbé és a Figaro házassága után idén Mozart vígoperáját tűzi műsorra a Teátrum szombattól. Az eredetileg a 17. században játszódó történetet a darab rendezője, a Kossuth díjas Juronics Tamás a 21. századba ülteti át. Stábunk a szerdai sajtós főpróbán járt. Bemegyek! Hozok! Állj ruhát! És beengedlek, jó? Tudnád, hogy a szívem milyen lázban ég. Jó, akkor várj meg itt. Az eredetileg 17. században játszódó történetet a darab rendezője, a Kossuth díjas Juronics Tamás a mába ülteti át. Belmonte a gazdag spanyol fiatal baráti társaságával utazik Törökországba, ahol az esküvőjére készül, ám mennyasszonyát, Konstancát elrabolják. A szöktetés tervezése és kivitelezése adja a műcselekményét, és olyan fontos kérdésekre keresi a választ, mint a férfiak és nők közti viszonyrendszerek, kulturális különbségek. A darabnak vannak olyan érdekes üzenetei, amik ugyanúgy igazak voltak a 18. században, mint ahogy most is ugyanezeket az izgalmas kérdéseket fel lehet vetni. Ezeket próbáltuk megfejteni mai környezetben, egy mai hangulatban, ami azért is fontos szerintem, hogy a mai nézőhöz közelebb hozza a történetet, és hát ennek a valós veszélyét egyrészt, ennek a rabságnak a valós veszélyeit is ábrázoljuk, ugyanakkor a szöktetés humorát is annak igazságait, de mondom, nekem nagyon fontos szál volt ebben a kultúrás különbségekből adódó nők kezelésével kapcsolatos kérdések vizsgálata és boncolgatása, élén ugye Szelim Basa figurájával. Mozart vígoperája a Singspielre jellemző elemeket is tartalmaz, így kiemelt szerepet kap benne a próza, elsősorban Szelim Basa szerepében, ami a daljátékban egy másik játékstílust követel meg. A győri koprodukcióban három szereposztásban láthatjuk Lengyel Ferencet, Mersz Tibort és Szabó Győzőt. Egészen másképpen tolódnak ki a ritmusok, tehát amíg egymásnak válaszolsz, mondjuk egy dialógban, egy színpadon egy kollégáddal, itt
itt miközben megy egy zenei óriási és csodálatos ária, neked jelen kell lenned, és ugyanúgy képviselned kell ezt a szerepet, mint másban. Tehát nem állhatsz egy pillanatig se ki, de nem is ügyelve a ritmusra, meg ügyelve a zenére, nem is sétálhatsz bele a másnak az aurájába. Tehát ezért ez nagyon... Úgy játszani párban, hogy egy csodálatos ária is nekem a prózai szerepben, vagy mozdulatokkal kell ábrázolnom a karaktert, az nagyon nehéz. Az előadásban egyszerre van jelen a vígoperai elem és a lélektani dráma. Kolonics Klára korában énekelte már Konstanca szerepét, Győri bemutatkozása Juronics Tamás rendezésében. Nagy öröm számára, most szerepel először Városunk Színházában. Énekeltem már más rendezésben ezt a szerepet, de nekem ez a legkedvesebb, mert Tamás egy egészen más kézzel nyúlt hozzá. A koreográfus is színre lépett, nem csak az opera rendező. Ezért a mozgások nagyon nem válnak le az áriákról, hanem az áriák közben is ilyen nagyon harmonikusan vagyunk mozgatva, és ettől nagyon mai, nincsenek merev kiállások. Az áriák inkább egy ilyen monológszerű dolgok, de azok is szituációban vannak helyezve, és ez szerintem sokkal könnyebb és fogyaszthatóbbá teszi az előadást. A Kópera társulás együttműködésben a Győri Nemzeti Színházzal harmadik éve hív életre opera előadásokat. Célja ezzel, hogy népszerűsítse az opera játszást, minőségi előadások szülessenek meg. Hazánk első számú opera énekesei mellett a Győri előadásban közreműködik a Teátrum énekkara, a zenekart a Kossuth Díjas Medvecki Ádám, illetve Rajna Martin vezényli. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb péntek este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.